Tart ez a csapat akarva akaratlanul, mint ahogy én ezt gondoltam. Először is csapatabb, mint ahogy gondoltam. Másodszorban pedig szellemileg az elmúlt egy évben is, amióta én látlak titeket, azóta is ezt nem akarjuk ki sajátítani, ez csak ezért van. Természetesen sokkal komplexebb dolgoknak a eredménye ez, és a ti fejlődésetek eredménye, de azért ezt nagyon jól érzékelni. Szakmai értelemben is, meg politikailag is. Tehát azt gondolom, hogy mindenki egy kicsit több, jóval többet tudunk, mint amit egy évvel ezelőtt tudtunk, és ezt érzem. És így a kötetnek is van értelme, és igenis a Zsolt tanulmányával együtt van értelme, mert a kultúrát egyszerűen nem lehet elengedni, és itt ezt akarom kihozni, hogy emancipáció és identitásról van szó, se az egyik, se a másik kultúra nélkül nincs, sőt, úgy tűnik, hogy először éppen ez van napirenden, ahol megharcolhatunk a kulturális emancipáció jegyében, mert és erre vannak is jelenségek, a budapesti színházi élet, a magyar irodalom bizonyos tendencia, még akkor is, hogyha nem a közéleti minőségében, de azért mégiscsak. Tehát igenis van ma a szónak a legjobb értelmében kiállás, nem is ellenállásnak nevezném, hanem kiállás a bizonyos alapeszmények mellett, és a világformás igényében. A Zsoltnak a előadása és tanulmányában van egy szöveg, ami, hogy a posztmodern az nem egy korszak, hanem egy értelmezés, egy jelentés, hogy mondta, esemény horizont. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos újdonság. Tehát én azt szeretném mondani, hogy én utána egy rövid beszélgetésünkben azt fogom ajánlani, igenis, hogy az eredeti projekthez tartsuk magunkat, hogy megpróbálunk egy jövőképig eldolgozni magunkat, különböző formában, ez diskurzus nélkül nem megy. És ezt nem én azt gondolnám, hogy ez generációk közötti diskurzus, és annyit mondanék, hogy az önkritika a fiatalabb generációtól se álljon távol, és a megújulás meg az idősebbektől se az, de már ha össze akarod hozni a baloldali generációkon túlnyúló diskurzust, akkor ennek szerintem az a feltétele, hogy mindenki hajlandó legyen önkritikára, ezt ne tartsuk fel, hogy nekik nincs miért önkritikát, akkor mondjuk csak nekünk. És itt tehát nem tudom, hogy nem is így gondoljátok, hanem hogy így megy, szerintem az előre. Tehát én a kulcsfogalmakat ott látom, hogy közösség, identitás, emancipáció, részvétel, demokrácia. És akkor, ha valaki csak azt látja, hogy egy nagyon kemény liberalizmus bírálat volt, őszintén szóval félte, hogy a közönség egy része sokkalni fogja, egyfelől van. Korábban az volt a félelem, hogy ugye az előző rendszert védik oktalanul, most meg az a félelem, hogy elmúlt 25 évet, vagy akkor x évet védenek oktalanul azok, akik érintettek. Én szerintem ezen minden nap túl kerül, és ez a legjobb állapot, hogy a jövő felől közelítsük meg, és ne a múltat akarjuk ráerőszakolni bárkire. És ez ma egy nagyon jelentős lépést tettünk előre, és szerintem ez így sokkal kerekebb egész volt, ezt őszintén mondom, lehet, hogy elfogult vagyok, mint ahogy mondottam. Amikor összeállítottuk a programot, volt egy félelem bennem, hogy ez túl vegyes kép. Nem, ez egy irányba mutató, minden területre egy irányba mutató kép, és ez tök jó. Úgyhogy a kötetet össze fogjuk hozni. Köszönjük szépen a részvételt, folytatni fogjuk, mert úgy érzem, hogy ez a biztatás most már a konferenciára is megvan. Köszönjük szépen!